Na, éppen segítőzök. Pörkölt. Daráthúsos krumplis pörkölt. És megvan a tészta. Darált húsos krumpli pörkölt. És az új rózsámat. Ilyen lett az új rózsám a kézfejemen, nem is mutattam nektek, úgyhogy még egyszer át kell rajta menni. Ilyen lett az új rózsám. Úgyhogy ilyen lett a rózsám. Még ezt majd takarni kell. Úgyhogy, vagyis hát remélem, még egyszer még jó át kell rajta menni. Föl a daráthúsos krumpli tészta. Itt van a tészta. Éppen pörébe jök, mint mindig. Aki hülyeséget magyarázott, nem érdekes. Már ki is csattintottam innen még valakit, meg kicsattintok innen kék körömmel, mert látom, itt lapul, de föl nem jön köszönni. Valójában földök, itthon vagyok. Nem sok mindent tudok mondani, mit is tudnék mondani, ha nem járok el nagyon sehova. Nincsenek híreim, nincs mit mondanom, szótlan vagyok, vagy hogy mondjam nektek. Nos, nézzétek meg, hogy milyen. Kóstoljuk meg. Sziasztok, Szeles, szia, Marika, szia mindenkinek. Nézzük meg, hogy milyen lett. Nagyon jó lett. Valójában. Ilyen lett, nézzétek meg. Jó étvágyat mindenki. Úgyhogy daráthúsos tésztát csináltam krumpival és kész tésztával, és később egy sült hús lesz. Szia Éve Minkler, drágám, szia Évikém.
Na szóval annyit szeretnék csak mondani, hogy ha lehet, kíméljetek meg a Prágás szavaktú, kíméljetek meg a úgymond csúnya megjegyzésekről rólam, mert nem érdemlem meg. Mert egy olyan embert bántatok, aki tényleg komolyan legyet se bántsa. És itt lehet végig a Facebookon, de nyilvánvaló letiltom, ha csúnyán beszél velem ok nélkül. Mert én tőlem még a számból nem hallom úgy. Tehát, ha én valakit tiltok, azt okkal tiltom. És többet az a live-onban nem jött, mert idők után is fel fogom ismerni az arcát. Tehát a csúnya megjegyzésektől kíméljetek. És én csendet, nyugalmat és békességet szeretnék. Nem szeretnék sem kiabálni, sem veszekedni, sem öljöngeni. Tehát a következő, aki ha ide csúnyán valamit ide kiér, abba perbe tiltom, de jelentem is. És minden infót beszerzek róla, hogy feljelentsem. Úgyhogy nagyon-nagyon válogassa meg az, aki itt lapul, hogy mit mond rólam és mit csinál. Ennyit akartam mondani, remélem, hogy az, aki nem ingyen nem veszi magára. Ennyit akartam mondani. Én látjátok, hogy tisztességgel fordulok hozzátok. És rengeteg sok mindenben változtam. Annyiból, hogy annó idején, annó, amikor még nem tudtam hova tenni ezeket a kitéréseket. Nyilván nem mondom azt, hogy nem mi volt nagy a szám. Nem mondom. De azóta másképp csinálom a dolgomat, mert rájöttem, hogy mire ment ki a játék, hogy engem nem tudnak provokálni. Nem fognak és nem is tudnak. Tehát nem fogom magam hagyni kicsinálni, se provokálni. Amennyiben ez megtörténik, hogy valaki csúnyán ér, megjegyzéseket csinál, ott, ami nagyon csúnya. Mert mindenkinek lehet véleménye, nem mondtam, hogy nem. Lehet véleménye mindenkinek bizonyos dolgokról, de amikor már ember feletti a dolog, és szó szerint kicsérni állják az embert, azt már nem viselem el. Tehát nagyon-nagyon gondolja meg az a valaki, hogy mit ér ide ki. És mivel él vissza. Mert minden infót begyűjtök. Nem kötelezzek rá benneteket arra, hogy kövessetek, csak ha szeretnétek. Én nagyon-nagyon jó ember vagyok, jó lelkű és jó szívű, és ráadásul engedékeny, félreismertettek bizonyos emberek, rossz híremet, álhíremet kejtették úgy a túloldalon, hogy nem is csodálkodok, hogy ferde szemmel néznek rám, és nem is csodálkodok, hogy nem tudnak hova tenni. Elrontották, megcsúfították a jó híremet, tettek itt-ottam ott, és nagyon nem volt jó, és nagyon rosszul érintett, ez miatt én kikészültem, mondhatnám ez miatt is, főképp az miatt, hogy csesztettek azok, ahova jelengedtek. Ez miatt lettem csesztetve úgy, olyan szinten csesztettek, hogy ki lettem idegileg. Mert ahova jelengedtek, ez miatt csesztettel lettem. És nagyon megkérek benneteket, egy ember életet ne tegyetek tönkre. Hagyjatok könyörgöm nektek élni. Végre ennyi év után hagyjatok élni. Sok év eltelt, sok idő eltelt azután, még átszenvedtem miattatok ezt egészet. Miattatok, magyarán mondva, faszoltam. Azok miatt, akik jelengedtek ide, oda, amoda. De ez nem fog tovább folytatódni menni, mert ez ellen fogok tenni. Nem fogom magam hagyni, lealázni, meggyalázni, se letaposni, se sárba
és arra kérek minden olyan embert, aki esetleg kevésbé kedvel, hogy ne csinálják ezt velem. Megkérek minden olyan embert, asszonyt, gyereket, hogy ne csináljátok velem, hagyjatok nyugodtan élni. Csendre, nyugalomra és békére van szükségem. Arra kérek mindenkit, aki esetleg kevésbé kedvel. Megszenvedtem mindent. Mindent meg, amit meg sem érdemeltem. Bűntelenül megfizettem mindenért. Kérek szépen benneteket, hagyjatok békén, és ne szívjátok a véremet potyára. Azok, akik kevésbé kedvelnek. Tehát, aki nem kedvel, ne nézze a live-omat, nem köteles a live-omat nézni, nem köteles se írni, se nem írni. Tehát én kilépnék a helyedbe. Ha nekem valaki nem szimpatikus, hogy van, nem szólok hozzá, kilépek a live-jába. Tehát ennyi. Csendre és nyugalomra van békém, és elbeszélgetni veletek. Nem sztároskodni akarok, hanem csak és ennyit akartam mondani. Mert annak nincs értelme, hogy itt neki álltok, itt sárra dobálgatni olyan dolgokkal, ami egyszerűen ember feletti, mert ti akartok uralni mindenkit. Tehát nem. Hagyjátok a másikat is élni. Ha van bajtok van, akkor beszéljétek meg önmagatokkal. Ne én velem, ne rajtam töltsétek ki. Ne én rajtam veressétek le azt, amit nektek kéne rendberaknotok. Magatokban. Ez azoknak szól, akik mondom nem kedvelnek, tiszteltek kivételnek, aki nem olyan. Úgyhogy akinek nem ingyen nem veszi magára. Úgyhogy ennyit akartam mondani, hogy megkérek benneteket, hogy ne szekáljatok, ne piszkáljatok. Pocsába és büntelenül. Meg ne találjatok ki rólam semmit. De én semmit nem kívánok a Istentől, csak annyit, hogy amennyi igazságotok volt, annyi boldogságotok legyen. Csak ezt kívánom, semmi többet. Úgyhogy ennyit akartam konkrétan mondani. Mert én nem bántottam senkit, nem ehhez szőltem senkit. Mire jó ezt csinálni? Kérdezem. Tehát kérdezem. Normálisan kérdezem, mire jó ez. Nem kell előítéletet hozni senkiről, mert nem kell előre leírni senkit. Hanem először is nézzél bele magadba, hogy te, neked milyen a háttered, és hogyha büntelen vagy, akkor dobáljál meg engem. Kővel akkor dobáljál meg engem, ha te külön vagy nálam. Te én felettem ne ítékezzél, oké? Majd ha te büntelen vagy teljesen, akkor dobáljál meg kővel. Meg szavakkal akkor dobálódzál. Akkor 71-jé. Mert mai világban senki nem büntelen. Nem azt mondtam, hogy teljesség részében mindenki ártatlan, mindenkiben van valami, de tudni kell az embernek az eszét használni. A magához való
eszének gyakorlatilag meg kell lenni. Tehát én azt mondom, hogy ezt a sárdobálózást fejezzük be. Ezt a bűntelen, nem ideillő és nem alkalmas, sosem alkalmas gondolkodást. Ne foglalkozz azzal, hogy én hogy élem az életemet, és hogy én nekem mennyi pénz van a tárcámba, majd ha én foglalkozok azzal, hogy nektek mennyi van, akkor foglalkozzatok ti is. Ennyit akartam mondani. Ti soha ne foglalkozzatok abban, mikor, hol voltam, hol jártam. Mert hány méter, úgyhogy ennyit akartam mondani, akkor dödök a internet, de ez van. Úgyhogy fejezze be az, aki kevésbé kedvel. Ne kínozzál már engem tovább, vagy ne kínozzatok, többet számba beszélek. Hagyjátok abba a velem való viszályt. Ennyit akartam mondani. Tétek, remélem, hogy érthető voltam. Én nem bántottam senkit, nem hoztam előítéletet senkiről. Nem érdekelt, hogy ki milyen, ki honnan számolt, ki fia borja, nem érdekelt. Nem érdekel. Úgyhogy ennyit akartam mondani, köszi, hogy itt meghallgattatok, köszi, hogy végighallgattátok, akinek nem jelen vesz magára, tisztelte kivételnek. Őszintégaságot elmondtam, hogy senkinek sem köze hozzám kiviláló embernek, vagy embereknek. Engem csak a férjem kérhet számon, vagy esetleg valamiért a hatóság, semmi más. Az csak jogszerűen. De úgy egy alap, nem alkothat csak úgy véleményt rólam. Még legkomolyabb, legfontosabb emberek sem alkothatnak csak úgy véleményt egy emberről. Nem még egy alapember. Úgyhogy ennyit akartam mondani. Sebőpiki, nem sokat tudok mesélni, jó vagyok, meg vagyok, köszönöm, pöldök, takarítok, pihengetek, boltba megyek és ennyi. Hajnusz, ketten vagyunk. Igen, lóval mennek, igen. Mondjad, szívem, mondjad, drágám. Mondjad, kapottam. Sziasztok. Na. Akkor gyerekek, leszek, csak kipróbáltam, hogy megye, úgy látszik köllött, és akkor most jelen pillanatban nem akadodik, úgyhogy visszapattanok majd ének. Igen.